Nagyatádon 5 temető működik, közülük csak a központi zárt. Itt október 28-ától november 2-ig meghosszabbított nyitvatartással várják a hozzátartozókat, reggel 6-tól este 8 óráig. Közben pedig a sírhely megváltások miatt ügyeleti szolgálatot tartanak a helyszínen. Megváltott sírhelyek ideje lejárt, mert ilyenkor évente egyszer legalább megjelennek azok a hozzátartozók is, akik évközben nem tudnak idejönni, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy itt a központi temetőben, ügyeleti időben, amit már október 28-ától tartunk, tehát naponta 8-tól és 20 óráig vagyunk, van lehetőségük arra, hogy a lejárt, meg nem váltott sírhelyeket újra váltsák. Az egyes sírhely megváltása valamivel több mint 10 000 forintba kerül, a dupláé pedig 15 500-be. Ez hosszú időre szól, 25 évre. Az elmúlt években állandó gondot jelentett a helyhiány. Koporsós temetésre már csak rátemetéssel volt lehetőség. Ezért kialakítottak egy urnaligetet. A város vezetésével együttműködve egy vállalkozó bevonásával 120 urnahelyet alakítottunk ki. Az elképzelésünk az, hogy a ravataloz előtt lévő régi urnafalakban lévő urnákat áthelyezzük, illetve ezt követően még marad annyi helyünk, hogy folyamatosan tudjuk az igényeket kielégíteni. Meggyőződésünk szerint ez a temetőben ülő urnafal jó szolgálja a helyiek kegyeleti érzéseit, kegyeleti elvárásait. A bodvicei temetőben folytatják a ravatalozó felújítását, tette hozzá az igazgató. Mint mondta, ahogy eddig, most is felkészültek az ünnepekre. Jelentős erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a halottak napjára és a Mindenszentekre Nagyatádváros temetői is megfelelő állapotba kerüljenek. Itt elsősorban takarításra gondolunk, illetve kisebb javításokat, karbantartási feladatokat folyamatosan elvégezték a kollégák, illetve a temetkezési Kft. Szakemberei. A temetkezési vállalattal és a rendőrséggel együttműködve a Város Polgárőr Egyesülete a következő napokban sűrűbben ellenőrzi a temető környéki parkolókat.